Hello, Stokti valami hengerek évből az. Milyen tisztelettel és szeretettel és minden egyéb máshogy köszöntöm a kedves és tisztelt nézőket. Elmondom mindenkinek egyébként azt, hogy a mai alkalommal ismét egy kis irúzpatra invitálnám a kedves nézőket. Elmondom azt egyébként mindenkinek, hogy megy egyébként a hagyjáratom. A személyes keresztes hagyjáratom egyébként megindult valamilyen fejek a tudjuk kikkel kapcsolatban. Elmondom egyszer mindenkinek, hogy túljon nem vagyok sinengeci. Felvettem a valamilyen fejekkel a kapcsolatot, és elmondom geci mindenkinek, hogy túl fosulba az meg alakulnak az események, geci. Minden egyes turranás és döbbenés, geci, elősegíti az apokalipszis beköszöntét, geci. Úgyhogy egyébként most egyébként 10 évet vettem fel, olyan 11 óra körül egyébként zenebonára, nem mondom, magamban lassan már hiányzettem lesz, ha nem erre fogok geci felkelni, mondom, azt hiszem, ezt hívják geci Stockholm-szindrómának. Na nézzük, mi újság van. Hát valami hengelsző emberek, elmondom nektek, hogy tulajdonképpen a következő összefoglalót lehetne nyújtani, hogy mi azok ennek az U alakú figyeld ilyen feltérképezésnek. Az egyik az egyébként az, hogy indultunk annak idején, ugye magával Godrikkal, nagyjából erről a pontról most valamilyen fiat áldogál. Utána innen elkeménykedtünk, teljes lelki nyugalommal is, szeretette és békészségben, elkurválkodtunk ide, először ugye elfoglaltuk tulajdonképpen a várat, aztán kiszabadítottuk innen Izabellát. Aztán Izabella bejött ebbe a várba, és megvédte azt az ellenségtől, és a levert. Ő az viszont elmenekült, maga az ellenség. Legalábbis ezt mondták egyébként a krónikások, Isten igazából én azt láttam, hogy ő nem menekült, hanem megpusztult, de mindegy. És utána pedig azt mondták, hogy meg kell továbbra is védenünk ezt a várat. Na most ennek hatására egyébként úgy gondoltam, hogy Izabellának nagyobb lehetősége van arra, hogy leverje az ellenséget, ezért mondjuk úgy, hogy hadsereget cseréltünk. Még az első ezt a várat érő támadás előtt, ugye Godrikkal. És Godrik pedig gyönyörű szépen ezen a környéken mászkálgat, kiszedegeti tulajdonképpen, most itt látható, a menedéki kaszárnyákból tudtokat, és tulajdonképpen ezekből a felszett egységből már azért, most már nincsen ki, megint átpakoltuk Izabellába, tudja ezt a részt megvédeni. Izabella pedig, mint 22. vagy 23. szintű, már 22. szintű csak, hősként pedig gyönyörű szépen elmentem oda, ahonnan az ellenség jöttek. Ez pedig errefele van. Gyakorlatilag átverekedtük magunkat ezen a láva folyón, Isten igazából bejöttünk a vulkánnak a belsébe, és megláttuk egyébként azt, hogy bizony az ellenség itt van. Két ilyen határőr állomás egyébként van lezárva, és az egyik mögött egyébként egy várfigyeltő, meg lehet egyébként látni itt van. A gép egyébként innen származik, innen jönnek kifele. A probléma az az, hogy át tudjunk menni, ahhoz ezt szart le kell vernünk, amiben horribilis mennyiségű egységek vannak. Na most Izabella úgy volt el egyébként, hogy ő nem izgatja ezen magát, ő bárki tud egyébként verni, gondolta egyébként naivan, vagy mi ki tudja hogyan, ezért hát összette az egységet, és Isten igazából ezzel az összevont hadsereggel, meg a feltuningolt várunkkal felfegyverkezve vissza fog térni, és le fogom verni az ellenséget. Ennyi gyakorlatilag a terv. Isten igazából pedig itt is lehetne még derítgetni, de most innen jönnék az ellenséget, egyébként látni, hogy ketten már úton is vannak ti valamilyen fek, az egyik itt figyeltünk meg, a másik pedig itt van mögötte, hát egyik sem mondott, hogy kimondott nagy életveszélyes hadseregnek, de azért jó lesz, hogy ugyázni, geci. Az ellenségeinket soha sem szabad lebecsülni. Még akkor csak egy ijászon menne. Hát csak egyébként arra elfingik. Elmondom egyébként nektek, hogy anyámi pedig elmentek a Budapestban valami ügyintézést nyomatni, úgyhogy egyébként szép az egész. Én pedig jövő szépen ti valami hengerek bekurválkodunk be azon a várba Izabellával. Na nézzük, mi újság van. Ha 5500-am van, elmondom mindenkinek. Íme itt van a mi kis reménységünk, ami gyönyörű dunmúrunk, a szemünk fénye, azt kell mondjam, meg itt van egyébként maga a fény oltára, mint egyébként olyan. Ugye ezt a múltkor húztuk fel, és tulajdonképpen erre nagyon, hát mondjuk úgy, hogy most már az igazság, hogy itt még egy izében hagytam, ugyanigaz. Ehhez viszont szükségünk lenne ti valami engerek egy gyémántra. Ami eddigi probléma, mert egy petákom sincs, geci. Akkor az marad bent. Nem is gond. Elmondom, mit fogunk... Ja, fél, vannak még egyébek is, ki fogom aztán pakogatni. Nézzük már meg, hogy mi újság van. Jó, griffet figyelj, át kéne fejleszteni. 38 fél griffből lesz birodalmi griff. A lóvénk egyébként le is ment, lehet egyébként látni. Rendezzük sorba az egységeinket. Ugye az első a paraszt lenne, de az most egyrészt nincs, másrészt nem is kell. Az íjász egyébként az nem rossz ötlet, figyeld, magam este elővész, akarom ugye mondani. De némiképpen az a valamilyen fel, azért felháborodását azért nyugtott, ez finoman szó egyébként rágalmazás, ugye? Íjászat nevezni valakit, aki mester lövész. Tehát itt ebből van egyébként 78 darab, azt egyébként tudjuk. Következő nagyon jó egységünk egyébként a fegyvernek, amiben nekem most jelenleg 35-e futja. Szóval átpakolom, cső. Utána van még fél birodalmi griffünkből, 38 meg 2 az 40, jön egyébként bele ide. 40 griff. Akkor következő egységünk az nem lesz más, mint maga, nagyon túlszorul, az Inquisitor. Fél van itt alapból 21-em, meg itt van még bent 10, eddig ez 31, meg még 6, az 37.
Azért nem semmi, geci. 37 Inquisitor. Szerintem ennyi nem is volt még nekünk idáig a játékba. Ez mindenképpen meglepő. Akkor, ami érdekesség. Fia, van még kóbolokból 9, meg ott van még fent 4, és még van 2 darab angyal. És még ezen kívül be tudok még fia tenni magamnak egy 2 darab veremlakót. És ennyi van. Csidejéként még várunk, úgyis egyébként még ott kell nyomulni. A Griffith azt szedném, mert sem sok ízét akarom kiszedni a lövőseket. Még 21 mesterlövész. Na most egy kijövök. Valamilyen fejem most megint várni kell, mert egy rohadt petákú nincs ez soha. Jó. Állj meg, nem. Itt el tudok még fél menni a hét előtt, bazni. Tubuszar! Fog kapni egy 2000, geci. Jó, a csávók a nagy nyugalommal, nem érdekel egyébként. Ó, bassza meg a kurva anyád, lefölgetszél az izémet. Meldik ki kaszányámat, he. Egyébként érdekes az, hogy ezt régként így nevezik. Menedéki, biztos nem. Ez démon, ugye tudom mindig az izé ez, hogy a menedék hagyját, hogy a menedék, mint nép, és akkor a menedék kaszárnya, az meg démoni. Egyébként erdő lakóknak hívják ti valamilyen fejek a magyarosításban a tündéket. Csak úgy szólok. Tehát a múltkor ezt kérdeztem, hogy mi a tökön van. Ezres megkaptunk, nagy királyság. Elmondom nektek, 6500 amra futja. És mit lehetne építeni? Arkangyal, hát az horribilis összeg. Lovas gyakorlótér nem lenne hülyeség, geci. Fú, bazd meg, 10 gyémánt kéne hozzá, nem futja. Még a pénz meg is lenne, hogyha ez egyébként ennyi van, sos ezt nem tudom csinálni, viszont van egy olyan hely, ahol lehet toborozni, az is egyébként valami. Ha már más nincs. 27 íjász, 15 darab izé, fia, kijövből egész sok. És Isten igazából egyébként figyeld, ez 126 és 52. Hát én szerintem nem érdemes alábbi szarakolni valamilyen fejek. El kell indulni, mert kell Godricnek is ott. Tudsz, levjünk már mindent magunkkal, mert azért van bennünk elég anyag azért, ezt állapítsuk meg. Jó. Tulajdonképpen az ellenségünk nem sokan van, úgyhogy menjünk errefele szerintem most Izabellával. Nézzük már, mi ott a kömban, geci, erre. Aha, ezt fél, ezt túlszal egyébként lehet derítgetni. Hát, ha máskor jobban látjuk a környéket. Fél csávót. Ja, nem tudom, fél visszafoglalnak a szárnyát, mert ott harcolni kell, és abban sokan vannak. Úgyhogy ebben a szempontból az most pont túlszal egyébként a gép meg van gyengítve, és ezáltal nem tudom, visszafoglalnak a szárnyánkat. Felfed a térkép egy részét. Ezt figyelj, geci. Ez megint egy kijárat egyébként, elmondom mindenkinek. Egy irányú monolit kijárat. Egyébként érdekes, ez már a másik, amit észre leszünk. Igen. Hát ott itt jön fia valamilyen fej. Itt jön lent. Ez egyébként fia nem kihívás. Látjuk egyébként néhány izével. Így ásszal, de azért jó lesz, hogy ázni. Itt figyeld, ezt kapi, geci. Obeliszk. Na itt van a fiad az ásó cuccos. Tehát gyakorlatilag a Heroes 5-ben így fog kinézni az obeliszk. Isten igazából ez az, ami a térképnek egy darabját tartalmazza, és ugye ez az, ami tulajdonképpen Asha könnyéhez vezet bennünket. Egy kifélye, van itt másik érdekes is, van itt a megtölt akarat gyűrűje, kettővel csökkenti az ellenfelének moráját. Já, geci. Ez se rosszat tett egyébként. Itt van egy alkimista labor, hogy mondanám, fél szokkobusz őrzésével és felügyelete alatt működik. Itt egy érdekes, ezt már múltkor láttuk régiben acélgólem, ugye ez a vasgólemnek az upgrade-je. Ez az akadémiai népnek tulajdonképpen az egyik neves képviselője, azt kell mondjam. Ezeket is egyébként láttuk már, ez a sötét lovas, ugye ez a gyíkharcos, mondjuk úgy szoktam nevezni. És egyébként vannak az érdekes nyers anyagok, valamilyen fejek. Fél láva mindenhol, amire a szemelgeci ellát. A horizont, az ég összeérgeci a lávával. Vétel láva mező. Itt egyébként van fabánya, ami nem hülyeség, ugyancsak egy ismertettséggel. Lehetne figyelni, itt van azért valamilyen henger is. Figyelj, még ezes kipakolok. Milyen túlszal már, geci. És itt pedig lehetne fél harcolni, csak tudom mi a probléma, hogy most mondjuk senki, geci. El kell keménykednünk a izébe. Nekem mindenképp egy gyémán benne kell, geci, mert teljesen van pukkadva, bazd meg. Állandóan köcsön kell, geci, kérni a szomszédoktól, bazd a gyémánt ott faszom, mert nincsen. Ez már nem állapot, bazd így. Jók egyébként errefele. Jó, építeni tudnék, nem tudok fél, külön van meg fám is, meg pénzem, csak ebből a szempontból, hogy lesz valami, geci, ebből. Figyelj, azért vannak az itt építési lehetőségek. Elmondom, hogy gyakorló tér lenne, amit ott felerősíti tulajdonképpen a kiképzés különleges képességét, lehető teszi a alacsonyabb szintű csapatok fejlesztését magasabb szintre. Ugye ez lenne az, amikor ezt múltkor már után néztünk, a paraszból lesz íjász, az íjászból lesz gyalogos, tovább már nem megy, tehát gyalogosból nem tudnak csinálni griffet, akármilyen meglepő. Tehát itt ez mint gyakorlatilag Frank Einstein-es sikerült egyébként gyalogosból griffet csinálni, griffből meg arkangyalt, mert ki meg lenne egyébként az átmenet, ha valaki belegondol. Ugye, mert a gyalogosnak gyakorlatilag van lába, a kezéből lesz mondjuk szárny.
akkor ha már van szárnya, akkor már megvan a grif, és akkor az angyalnak meg már van szárnya, meg van lába, egy kis hókusz-pókusz lehet vele arkonnyal csinálni, de ezedáig nem mentünk egyébként el. Tudományéki mereket ezen a szint, úgyhogy gyakorlatilag ennyi van, ezzel kell beérni. Itt lehetnék én csinálni izét. Ja, raktár, állj meg, az nem is hülyeség, geci. Napi egy kristály. Ó, geci. Hogy ez nekem nem jutott ez az eszembe, faszom. Basszus ki, geci kulcs, faszom, dik. Nem kibaszott nagy. Hát ilyenre egyszerűen nem gondolni ti valamilyen fejek, hogy izé van. Egy csobolikán meg engem hazamenekül faszom. Megijedt a izétől? Három paraszt, ami van, hogy is hívják be. Godrikba. Vagy lehet, hogy egy-két hátulra tudunk támadni, bazd meg. Értetek a témát? Ma a gépnek szokásaiként az, amikor megközelítünk valamit elég közel, akkor inkább visszavonulnak, geci. Lehet, hogy erre is van valami, bazd meg, a gépnek. Most lefosom a fejüket, bazd meg, mert nekem most ez most kő. Ja, figyeld, ezt szeretem, amikor összevont hadsereggel nekünk a kis szaroknak, bazd meg. Figyeld, valaki nem tud kijönni, mert ízé nincs már elég hely, figyelj meg, tehát távlaki tettük. Egyébként elmondom, geci, figyelj mindenkinek, hogy itt aztán mindenfajta egységet figyelj, meg lehet figyelni. Pakjuk már ki, figyelj, itt teszem itt a Inquisitort, és akkor lesz a hely az angyalnak. Ezt kap ki! Azért figyeljétek már miatt a köbben, bazd meg. Ezt csókoljátok ki, bazd meg, fényesre. Figyelj, geci, mik vannak itt, bazd meg. Menedékbéli kemény csávók gyülekezete, geci. Összejött, bazd a kemény mag, faszom. Szurkolói kemény mag, geci. 106 darab mesterlövészünk van, fél teljes harci öltözékben. Éme itt van fél Inquisitor, fél túl kis kalapácsa már eléggé szédeleg. Ez valószínűleg a melegnek tudható egyébként be, mert napszolás viszont állapotba küldte valamilyen fej. Gondolja, hogy átkozza be azon, akit ezt teremtette, faszom, hogy ezt a 5 tonás kalapácsot kell cipelni egy egész nap. Valamilyen fel se panaszodik egyébként kevesebbet. A maga ruhájába egyébként már épp befülött be azon, már beorosdál egyszer a gatyája az a sok izzadságtól. Épp, hogy alig áll lábán bazd meg. Az angyal bezeg röhög a markába, faszom neki, mert nem érleg egyszer a lába, szóval a lebegőbe repül, azt a kalda támasztja meg magát, geci. Jó munkamegosztás, köszönjük szépen, viszlát. 13, hogy is hívjáknak, fiam, most épp a szellő fújogatja fia a lábát, gyakorlatilag túlszorú fiam működik az önműködő hűtés. Bár alacsony szintű, figyeld, a másikhoz képest, fiam egyébként ilyen túlszor rázumolás, valamilyen fejre, csórikán be van teljesen ajzom, most már menne egyébként, kaszabban az ellenséget. A csórikán pedig nem lát itt valamifek a pajzs alól, ez az zuhanó repülésben, hát így nem tud mondjuk úgy, hogy manőverezni azt, amikor már neki indul, mert már nem látja mi a előtte. Olyanok, mint a galamba, csak oldalra lát geci két fele, mint a madarak többsége. Itt pedig maga az egység, aki meg figyel megfaladva egyébként, hát mondjuk úgy nem túl tekintélyes módon, a rangon alul egyébként megtámaszkodik egyik kezével, mert nem bír egyébként alakadt, úgyhogy tulajdonképpen egyébként szép kis alakadtunk van, gratulok mindenkinek. Na, akkor kurassuk be az meg. 93 szarvas démonunk van, a kettőn azt tudja, hogy felbőszült, első szintű, elmondom nektek, az Inferno népnek az egyik jeles képviselője, és elmondom nektek azt, hogy támadás 1-es, érkezése 3-as, sebzése 1-2, életpontot 13, sebessége 5, kezdeményezése pedig 7. Na, ki jön? Ez nem tudom, 52 griffen van, nem tudom menni most, mert ez ugye el fog mozdulni. Csórikámmal neki futni, de nem bírok. Izabellával fiatot kinyírnék, de most. Hát én nem is tudom, geci. Megtócsapás, állj meg. Mennyit sebezni Izabella egyébként? Hogy nézem csak meg. 85-öt. Na lapozzunk, baszod. Megtócsapás, blablabla, hallgok le. 32, ez mindig a fele annyi, 16. Tömeges gyorsítás, ezt. Ezt kap ki, geci. Hoppá, geci. Haszta legyen veletek. Nem igazán tudok többet menni, úgy látom, pedig azt mondom, hogy mindenki most el fog teszni menni a izig. Maradok itt. Inquisitor, figyelj, lehet egyébként fél varázsogatni. Kitartás, isteni erő, gyorsítás. Egy a gyorsításról azt írja, hogy a célpont saját egység gyakrabban kerül sorra. Tehát nem arról van szó, hogy többet tud menni. Hát ez eléggé megbaszás. Rábaszás. 44 lement. Fegyvernök marad a jégén. Ott. Csórikáma, állj meg! Figyeld! Emlékszünk rá, az első alkalom, hogy most egyébként a... Hogy is hívják? Ez a túlértelmes veremlakó csatlakott hozzánk. És figyeljétek meg, ott a könyv az aktiválva. És ezt kapjuk, geci, lehet tűzoddal dobálni, geci. Jelenleg 84 egységet, ami azt jelenti, hogy majdnem olyan erősebb egyébként, mint amit Izabella dob. Lement 6. Tűz. És ennyi volt. Viszont látásra. 930 TP. A fa bánya miénk. Fűrész malom. Megvan még a fa is, köszönöm szépen. 7097 aranyom van. 19 kövem, 28 fám. Építsünk valamit, geci. És egy gyémántom, hogy ebben már Máris apám a lehetőség teljes fellegvárra valószínűleg előtte kibontakozik. Hát Isten igazából itt még kéne várni, meg ehhez is félkei nem feltűnő. Ez viszont nem kell gyémánt, csak 20 fa és rengeteg lóvé. Viszont kéne 10 gyémánt, így ez pedig kéne 3, 1, mi kell még hozzá? Hú, anyám, ebből kéne még fél 1.
Lehet így látni egy drákövet. Na jó. Van rengeteg lóvén, kipakolunk fiat Godrikkal minden tékint ebből a kuplerájból itt. Megvannak a cuccosok, tovább basszuk a rezet. Itt melyikén voltunk, ezt itt felszedem. Nagyszerű az egész, és akkor most pedig tovább meg fiat izével, Izabellával. Fiat pénz az jön a házhoz, meg kő, meg fa. Jó, a bávány fiat lenyaljuk. Fényesen nyaljuk be azok a báványt, plusz egy morálért. És tekerek egyet. Csóri kell melyikén fia, nem adja fel a hatot, jön egyébként tovább fia hozzánk. Semmi gond egyébként, meg Godriknak benn van fia az erősítés a várban. És egyébként önmaga se egy elhanyagoltó egység. Na szapassuk, baszassuk már, bazd meg. Hopp! Itt is egyébként semmi meglepő nincsen, a fia túlszor, itt a kis folyócska, bazd meg is fürdünk majd a harc hevében. Aki leizadna esetleg, az itt igényveheti a különböző természetes változatásokat. Egyébként érdekesség azt, hogy valamifek, hogy megvan itt az abridge, valaki megnézi. Itt van maga a sima, úgynevezett sötét lovas, és ennek fél ott van fél az abridge, a zord lovas. Nézzük összehasonlításként, hogy melyik kemény. Sötét lovas támadása 9-es, védekezés 7-es. Támadás 10, védekezés 9. Támadás plusz 1, védekezés plusz 2. A sebzése a zord lovasnak 7-14. Ennek 7-12. Tehát maxba többet tud. HP-ja 40-es, ami elég magas egyébként. Ennek meg 60-as lett. Sebessége 8-as, 11-es kezdeményezéssel, sebessége 6-os, 11-es kezdeményezéssel. Ez nagyméretű lény volt, és lovas roham. Ez viszont ugyanaz, plusz gyíkharapás. Itt kapunk egyébként valami extrát is egyébként, azt kell mondjam. Na akkor adunk itt, nem tudunk fel tovább menni. Angyallal maradok. Jó, csóbrikám fel indulgat egyébként. Ez fiad. Semmi nem ment le a mélyénbe, jó? Állj meg szóra! Mennyi ez? 31, 90... Hoppá! 90-ből 31 van a csaggeci. Ezt megbosszuk. Némiképp egy kicsi rizikót bevállaltunk az előrohanással, de túléltük. 1210, 17 és 9. Egyébként miket ír róla? A sötét lovasok alkotják a Yggdrasil seregének gerincét. Jól képzett, páncélos harcosok, akik nehéz lándzsáival és pajzsal vonulna csatába. Hátasaik, a szaurik, a sötét elfek által megszelidített, föld alatt élő gyíklények. A gyorsaság a legfőbb fegyverük, lándzsájuk sebzése pedig attól függ, milyen hosszan képesek rohamozni. Az upgrade-juk, a zordlovasok hasonlítanak gyengébb rokonaikra, a sötét lovasokra. De sokkal képzettebbek, és gyíkjaik képesek megharapni az ellenséget. Hát, tanulunk minden nap valamit, érdemes ugye felkelni. Na söpörjük be, geci, fél talicskával, majd szépen Godrikot befolyjuk, azt akkor vissza talicskával a követbe az, ami nem cipelem, az biztos igaz. Van itt még külön még fánk is, az 5 darab favó, és a pénzre jöttünk ide, 1000 arany, meg 800 aranyat kaptunk. És kérem szépen, hoppá hoppá, itt eléggé fura, hogy erre lehet csak menni. Úgy tűnik, hogy némi természeti akadály van előttünk. Menjünk már bazd meg errefele, azt mondom én nektek, fél, ezt levelem ezt a rajnyi. A rajta szalik és számos, azt elmondom, acél gólemet. Erre nem nőm van már semmi, úgy látom. Jó, Godrikkal tovább megyünk. Kipakolok mindent ebből a kócerájból itt. Hát ez mindig egy lófasz. Két gyémántomban, ami már jó. Tulajdonképpen azon gondolkoztam, hogy ezt az anyja picsáját kéne megcsinálnia. Két gyémánt kéne hozni, nem tudom, hogy fog összeszedni apám erre a pénzt. A basszam terbe. Gyert, ne sunyi mocsok, fasz! Fölbe bele húgyozlak, bazd meg! Rák szopasson, bazd meg, amíg érsz. Na jó, tovább megyek. Egy kifélye, majd összeütünk izébe, csak az a baj, hogy... Á, már ezzel is leverlek, bazd, amit van. Hogy szop ki, bazd meg, a faszom fényesre, geci. Menjünk csak visszafeled a várról, bazd meg, azért csak kéne kiszedni valamit a várból, bazd, nehogy már izéljön. Fél gőzzel menjünk azon, hogy a getintnek neki, amikor itt van rengeteg angyal bent, bazd meg. Most el is fogunk szépen sikeresen baszni a pénzemet. Vagy a gyémántomat. De majd szerzünk fél... Ó! Oh! Látod mi van itt ott lent, bazd meg? Az alkimis a labor mellett, egy ott van a fél gyémánt, izék. Ja, csak sima izé, azt hiszem a kékből, hogy izé van. Gem. Na mindegy akkor, hogy megszerezzük ezt, mert most izé kell nekünk drákő. Ebben kurva peták nincs. Ékkő. Tekerek, ez igaz, 3. Na,
Spintőj már, bazd meg! Kéne a lóvé. Na baszassuk, szopassuk, nyalassuk. 31-30. Aki ne tudna, annak elmondom, ez upgrade. Maga a tulajdonképpeni acélgólem támadása 6-os, ödekezése 6-os, sebzése 5 kötőjel 7, életpont 27, sebessége 7, kezdeményezése 4, és kezdeményezése 7. Mesterséges immunis a lassítása, korlátlan visszatámadás és mágia biztos. Mágia biztos minisztérium, geci. Hát akkor megyünk tovább. Várok. Még én is. Figyeld, erő mindenkinek, geci. Fél lapózzú, fél izovela. Tömeges gyorsítás, jó lesz. Tűz. 21 lement. Hát nem volt a túl biztos az a mágiába, bazd meg. Hát a bekinyilatkozó iskolába megint. Ez abrid volt, geci. Jó volt. Maradnék itt. Terébe baszlak, akkor rohadjál meg. Egy lemegy, fél sok. Csóra jöjjött. Fiú, bazdai, fiú, ennyit ott meg a csávó. Ettől se kell paráznunk, geci. Te bádog ember, faszom. Majd ha kinyod a seggemet, bazdai, kapsz egy kis hemorrhoidot, faszom, hogy túléld, bazdai, az esőt. A monszun, te mocsok. Basz te erbe. Lemen 4. 2074 TP. 61 ízét lehet. Tehát nem kihívás ezek, bazd meg. Csicska szorok vagy. Na ez viszont már valami. Na jöttek anyám még, bazd meg, haza. A faszomba bele. 12, 13, 13. Na ezt szétbazom. Szokkobuz abrid. Spint mindenki innen. Becsapás váratunk. Ki kell jönnünk apám a izéből. Kutarájból megjön, ez gond. Tűz. Tűz. 3. Tűz. Most jön fél griff. Cső. Jó, csinál majd nekem, jó? 1406 TP. És kettőt vesztettünk. Wilding a vén, kettő Wilding, meg négy Wilding, meg elfordulni alkimista laboratóriumot. Hoppa hoppa, csontvázi jászapám izéri. Védjezik tudokat, ez nagyon jó. Elverap mafia mindenkit. És mennyi pénzünk lesz? Hé, itt is van valami he. Aha! Falkányi velem lakó van ti valamilyen fejek, és ez kap ki míg falu itt. Sárkány karom korona. Plusz 3 a hős tudásához. Jó, két szar. És 10%-a növeli a hőseregében a harci szereketek kezdeményezését. Jó. Az pont nincs ilyen. Ez meg jó. Kopasz nyékkőket. Négy van ebből, az a gondolkozom, hogy az angyalt nem venném ki. Mert csak reménykedem, hogy meg tudom csinálni egy napig a izit. Valahogy szerezni gyémántot nem tudom honnan. És akkor izé, nem, hogy is hívjákolnék. Agyat most nem veszem ki. Ezt meg átfejlesztem. Így. Ezt is átfejlesztem. Azt mondja, hogy ide teszem egyébként ezt. Meg kell a kobollovag. Meg kell a griff. Oszt. Oszt mi van, he? Ezt kiveszem, meg ezt kiveszem. És annyi van. Azt mondja, hogy 7 ebből. Így van 10, 15, 25, meg a lövős, meg a izé, a paripa. Egész jó egységem van egyébként. Nem akarom kívánni egy gyémántot, mert akarom így gyűjteni a izére. Hát, ha lesz valami izé. Ők vigyeljenek az ellenség felé. Cú! Na gyertek, geci! He! Itt a csávó mellettünk! Hát ez kurva jó! Izabella, ott van pont. Várjál csak! Azt leverem azt, mi szövök ma fiatal, nem ez kis pályás. Fél, nagy lelki nyugalom, amíg azt leverem ezeket. Utána veled foglalkozom. Azért figyelj egyszer a tájat! Mindenhol az a bűzögő láb van. Figyelj csak, itt vagy! Hanem akkor nem. 106 darab csontváz íjász. Egyébként ezeket már láttuk, ez egy nagyon különlegesség, mint a
Heroes 3-ban a Tower népnél volt a Gremlin-nek a fejlesztése. És Isten igazából egyébként izé van, ez is egyébként hasonló, hogy első szintű lényből íjász, tehát nagyon ritkaság, ez egy jó dolog egyébként a Necropolis népnél. Csontváz íjász, támadása 1-es, védekezése 2-es, sebzése 1-2, életpontja 5-ös, sebessége 4-es, kezdeményezése 10, és 8-at tud egyébként lőni. Élő halott is lövész. Na, akkor ezt kap ki. Ruam! Kiül le meg egy izéből. A rohadt anyádat. Tehát lent már egy labunk az izéből. Csávóból. Már nem várom a griffet. 2110. Hoppá, azt mondja, különleges helyszínek között például obeliszkekre lelhetsz. Ezeknek a meglátogatásával egy rejtélyes térképet találhatsz, amelynek segítségével egy egyedi varázstárgyra lelhetsz szert. Ássá könnyire, jelenleg nálunk. 1100 arany csak. 1000 arany, meg 100 arany. Megtört akarat gyűrűje. Izékén bekerül. 2-vel csökkenti az ellenfél lényeinek moráját. Hmm. 2000 arany, és ez fog érzi. Így néz ki, és ez a rész, lehet látni, itt fent egyébként megjelent. Ennyi volt. A rejtélyes térkép megtekintéséhez kattints a rejtélyes térkép gombra a küldetés céljai ablakban. Hőseid egyikével kezd ásni a térképen a különleges szimbólummal megjelölt helyen. Hát most még nincsen még ez. Itt lenne a mozaik térkép egyébként ennek a neve hivatalosan. Tehát itt ezt nem tudjuk egyébként melyik rész, ezt nem lehet belátni. Valószínűleg középen van egyébként az X. Ez most nem tudom egyébként ez melyik része van a térképnek, hogy egyébként ezt most nem bírunk kisegítve ezzel. Még. Több ilyenre van szükségünk. Hoppá, fi, az ellenség sok minden van, hát. Nézzük, mit kellünk egyébként szemben. Van ballisztája, van lőszersekere, és ki a tököm ez? Első szintű. Támadása 2-es, érkezése 2-es, 0. Varázserő 1, tudása 2, morál 2, szerencse 4. Hoppá! Fú, fi, ez zsákmányolni valamit tőlük majd. Az egységei az meg kibírtatlanul fosok. Lehetnék látni, hogy 50 darab famulus van, 40 darab, hogy is hívják, ez a szarvas démon, és van ezenki 22 ijász. Stop. Monolopás. 50 lement. Lement egy ijász. Fú, apám, mi volt itt? A mocsony, ez ilyeket tud apám varázsolni, hát első szinten. Azt mondja, semmit nem tudok. Lement 6. Akartam az időt válni, hogy a faszfejed, de nem jön a Rodriff. Nézd meg, ki kell lőnöm ez a csicskát, az Inquisitorra, az meg. Megvárom a Griffet, azt nem akar jönni. Szép szár volt. Jöjjön már a Griff ide. Bazd meg ezt a csicska faszt. Na végre már. A Griffnek a kisekedése miatt 7 izét, csávókát. Hőségként nem jön semmi extrát, 7 íjász és 1 fegyvernőtéjéként vesztettünk el. Én ma az ellen... Fia, szétvettünk együtt is apám, nagy dicsőség. Egy ballisztát, fia, azt mondja, ezt írja egyébként róla ilyen kis ablakban. A nyílpuska továbbfejlesztett változata, súlyos, távolsági csapást képes mérni az ellenfél fel, hogyha van egy megfelelő képességet hozzá. Különben nem sok fost ér. Ellenséges varázsat vettél fel? Hoppá! Ő, nem is egyet, geci. Oroszlán nyaklánca egyenveli a morát, a közöttelik neki egy, és szerencsé meg tudod plusz 2-vel, akkor neki volt valami alapszerencsé, meg alapmorája. Nem, figyelj csak, a kaját csinál már, jó? Jó. Ezen megvoltunk ti valamilyen Ezt is leverem. Hát csak úgy tartanunk, mert izé van. Ő már nem játszik itt. Elmondom, hogy mi lesz. Segged ki lesz. Annyi lesz, elmondom, hogy itt
Hát én erre fogok félmenni Godrikkal. Gyönyörű szépéként erre elkeménykedünk. Azon lesz, hogy gyémántunk a lava gyakorló térhez, bazd meg, ez a probléma. Első szintű szarak jönnek, bazd, nem az a kis disznócskát, bazd meg, ott rohangál. Szóval nem fogod egy hasra esni, tettő geci. Godrik már el is mi a várban, azt mondja neki, már nem kihívározik itt tevékenykedni. Ne! Föld alatti rész! Jövök erre. Á, gyémánt, geci, nézd már! Ki a tököm ez? Figyelj, Miltaurus gárdista, mi a fasz? Rajnyi, hoppá, az nem kevés. Mi van bennünk? Egész jó? Hé, ott van gyémántunk! Utolsó nap! Ja, de nem jó, már utolsó nap van. Bassza meg! Rendemre 4 gyémánt, és azonban nem tud már menni, mert már eltelt a nap, és már végig meg hétnek. Kéne hozzá még 4 darab, nem tudom, esetleg Emiliával, Isabel nincs itt valami a környéken? Van itt az a sima. Jelpad szopad, lafaszom. Szar környék! Némám milyen tubuszajocsém, ott a hátébben a víz, csirenynek a madarak, mindjárt alszom. Fú, geci! 666, ez egy kis maroknyi anyagért. Tűz! Roha mindenki! Puh, az igen! Nem. Tömeges igazi hatalom. Mi is ez? A célpont egy düh és vérszomtalatú jel támadásához bónusz járul. Áldás. Ez kell nekünk. Tűz. Ki jön most? A francba ez. Jó jöcsém be a tömegbe. 6. Gyerünk már. Jön ma izi. Fél, megvárom. Na, ez az, ennyi volt. 2, 6, 16, ugye a tömegben van az a szal, ez szétszényen szórni őket, bassza meg. 23. szintű lovakhős. Tudás plusz 1, alap megvilágos. Alap logisztika! Ez kell nekünk, geci. 10%-kal növeli a hős mozgási sebességét a szárazföldön. Többet nem is olvasok, bazzik. És be is telt a tábla. Alap logisztikai kémi van a fiat nyomköveté, fedrítés és navigáció. Na jó, akkor befejeztük itt valamilyen fejek, mert anyámik itt vannak, nem tudok nagyon sem kibontakozni, ez itt. Megúbban a lendület, bazd meg, pofán baszom, de visszafogtam magam. Viszont látom.